Hivatásuknak élő ápolókkal telt meg a Józsa András Oktató Kórház konferenciaterme a Magyar Ápolók Napja alkalmából. Ezt minden év február 19-én Kossuth Zsuzsanna születésnapján ünneplik. Kossuth Lajos húga aktív politikai és szervező munkát is vállalt az 1848-49-es szabadságharcban megsérült katonák kórházi ellátásában. 3 hónap alatt 72 tábori kórházat létesített, az általa bevezetett betegápolási rendszer egész Európában egyedülálló volt. Az ápolók munkája pedig azóta is nélkülözhetetlen az egészségügyben. A mi nagy megyei integrált intézményünkben, amelyben 5000 fő dolgozik, a legnagyobb munkacsoportot az ápolók képezik, több mint 3100-an vannak. És mindig mindenütt elmondom, hogy az egészségügyi ellátás csak az orvos szakma és az ápolás szakma együttessével jöhet létre, tud magas színvonalon működni. Az ápolóink nélkül nem tudjuk ellátni a betegeinket. Ők azok, akik minden nap és minden percben ott állnak a betegeink mellett, ezért szoktam mondani, az ápolás szakma nem is szakma, ez egy hivatás, mert itt a szakmai tudás kevés. Ide szükség van empátiára, együttérzésre, egy mosolyra, egy jó szóra, és ha ezek együtt jelen vannak, akkor tudjuk a megfelelő színvonalú ellátást biztosítani. A főigazgató kiemelte, országosan jelentős létszámhiány van az ápolás szakma területén, így Szabolcs-Szatmár-Berekben is. Az integrált kórház Máté-Szalkai, Fehérgyarmati és Vásáros-Naményi telephelyén majdnem teljes létszámmal tudnak dolgozni, de a nyíregyházi irányító intézményben több mint 100 betöltetlen állás van. Ezért folyamatosan szükség van új ápolókra. Azonban szükség van a már itt dolgozók rutinjára, tudására, valamint önfeláldozási hűségükre és gyengédségükre is. 1983. július 18-án kezdtem, Debrecenbe kezdtem a szakmát, egy belgyógyászati osztályon. Aztán az élet úgy hozta, hogy Máté Szalkára költöztünk a lányom születése után, és 1987 óta, július 15, azóta dolgozom a kórháznál, ebben a kórházban. Ezen a részlegen, a baleseti sebészeten pedig 2007 óta dolgozom. Nagyon szeretem, amit csinálok. Az édesanyám, a testvérem is ugyanezt a hivatást választották, ezért választottam ezt a szakmát, meg legfontosabb az volt számomra, hogy segíteni a betegeken. Örülni annak, hogy gyógyul, látni a gyógyulását. És annak részese vagyok én is. 98-tól szinte mondhatom, gyerekként kezdtem itt az egészségügyben 18 évesen, majd elvitte katonának. A leszerelésem után is folytattam tovább az egészségügyet, és hát úgy gondoltam, hogy nekem ez a szakmám, és én ezt szeretem, szeretném is tovább. Én 40 éve vagyok ápolónő. Én már gyerekkoromban elhatároztam, hogy ez a szakma nekem, hogy az embereken segíteni, gyógyítani, nagyon motivált. A családban is volt már, aki volt nővér, és nyilván, hogy vonzott ez a szakma. Nem bántam meg, úgyhogy én sebészeten kezdtem, nagyon sok beteggel találkoztam, nagyon sok embernek segítettem, remélem. A Magyar Ápolók Napja alkalmából tartott ünnepségen 25 ápoló kapott kitüntetést, amely virággal, elismerő oklevéllel és 50 000 forint pénzjutalommal járt.